mai közgyűlésben, a közgyűlésen egy állásfoglalást fogadtunk el, amit minden küldött, ami majdnem 400 küldöttet jelent, aláírta. És ezt az állásfoglalást, ami lajstromba szedi a problémákat, amik felhalmozódtak, azokat a jogsértéseket, ami a magyar nyelvű oktatást éri, ezeket elküldjük az Ukrán Oktatási Minisztériumnak, mert az múlt évben hallottuk többször, hogy valószínűleg mi, akik képviseljük ezt a szövetséget, mi vagyunk ilyen agresszívek, és a közösség, a pedagógusok, a szülők nem akarják. Remélem, ez meggyőzi őket, hogy aki nevét, aláírását adta és akarja ezt a változást, az azt jelenti, hogy mögöttünk a Pedagógus Szövetség elnökségén és a Pedagógus Szövetség képviselőjén kívül a tagság is ezt szeretné, és hogy egyértelművé tegyük, ezt nem csak az Ukrán Minisztériumnak küldjük el, elküldjük az összes NATO országnak, elküldjük az összes külképviseletnek, elküldjük az összes olyan nemzetközi szervezetnek, amelynek van joga, lehetősége, alkalma tenni értünk. Azért is, mert amikor Magyarország megvédi a kisebbségi magyarok jogait Kárpátalján, akkor őket meg az a vád éri, hogy a magyar állam maga találta ezt ki, vagy maga provokálja, és ezt a kisebbségek nem akarják, hanem ez egy ránk ontrojált dolog. Mai közgyűlés megmutatta és bemutatta, hogy ez egy valós probléma, és a probléma halmaz, ami mellett a magyar állam kiáll, amit mi most is köszönünk, külön a külügynek is, és az egész állam képviseletének, az olyan probléma, amit mi szeretnénk megoldani, és ehhez kérjük a világ segítségét. És nagyon remélem, hogy a következő évben, annak reményében is zártuk a tanévet, nem csak a magyar állam fog mellé állni, hanem a dokumentumok és a kérések alapján mások is felismerik, hogy ez milyen veszélyes út, amelyre az ukrán vezetés és az államhatalom tévedt, és meg kell védeni az őshonos kisebbségeket is, nem csak a bevándorlókkal kell foglalkozni, és az azok jogait biztosítani Európa szerte. Mennyire bizakodó, elnök asszony, a hetedik cikkellyel kapcsolatban? Ugye a Velencei Bizottság konkrétan javasolta ennek a módosítását. Nézze, lehetek bármennyire bizakodó. Kérdés az, hogy mennyire erőteljes lesz a nyomás, amit Ukrajnára gyakorolnak ahhoz, hogy megváltoztassa, hisz itt az ukrán törvényhozáson múlik minden, és mennyire gondolja komolyan Ukrajna törvényhozása, hogy Európához akar csatlakozni, vagy megint csak egy szóvirág, egy szlogen, amit Európa felé mondunk, de amikor cselekedni kell azért, hogy az európai normákat átvegyék, már nem tesznek semmit. Nem szavaznak, nem úgy értelmezik. Tehát ez a kettős beszéd meg fog-e szűnni, az most már úgy érzem, kettőn áll a vásár egyrészt Európán, hogy mennyire gondolja komolyan ukrajnai integrációját, és milyen nyomást fog gyakorolni azért, hogy az európai normákat átvegye Ukrajna, másrészt Ukrajnán, és az Ukrajna politikai elitjén a parlamentben, hogy ők mennyire komolyan gondolják az európai integrációt, és mennyire fogják a szóvirágokban elhangzott Európához való törekvést a gyakorlatba is átültetni.